Hé, hey, te! Hogyha szeretnél nyerni egy Xbox Series X-et, a követelmények egyszerűen annyik, hogy iratkozz fel a csatornámra, nyomd be a csengőt, majd iratkozz fel a második csatornámra is, és oszd meg ezt a videót 3 barátoddal, és persze lájkold a videót, ha ezekkel meg vagy kommentbe írd le azt, hogy kész. Na hát, sziasztok, én túlszedők, és a mai videóban elhoztam vicces felvételeket, esetleg kínos felvételeket, vagy elképesztő felvételeket, amik elismerést érdemelhetnek. Ha esetleg csak el szeretnél lazulni, vagy nevetni egy jót, akkor mindenféleképpen jó helyre kerültél, ugyanis ez szinte garantált lesz, nem is húznám tovább a szót, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, minden nap délben új premier, kezdjünk is bele! Ezen a felvételen egy eléggé tehetséges fiút láthattok, akinek az a különleges képessége, hogy óriási létrákat tud megtartani, egyensúlyozni a saját állán. Alapjáraton kézben is rettentő nehéz lenne, mivel nézzétek meg mégis mekkora ez a létra, nehéz is lehet, szóval állom megtartani, elképzelésem sincsen, hogy hogy lehetséges, és hogyha ezt a felvételt nem látom, valószínűleg azt mondom, hogy lehetetlen. A következő videó egy meccsen történt, eléggé vicces dologról van szó. Egy riportert láthattok, képen beszámol az eseményekről egy kamerának, és mögötte, mintha az egyik kabula készülne valamire, egy asztal terített meg, ami már azért eléggé árulkodó, hogy mégis mit fog csinálni. És igen, azt. Konkrétan a riportert elhívta egy randira ott helyben, leültek, kajáltak, és mintha ténylegesen randiznának. De nyilván a kabulának csak a szórakoztatás a célja, és eléggé valószínűleg tartom, hogy nem komoly volt a szándék, és a terve eléggé sikerült, ugyanis feldobta a közönséget, és szinte egy vírus videó lett ebből. Te mit reagáltál volna ott helyben? WC papírokat visz egy fiú meg egy srác, a lánytól leesik egy kisebb csomag, majd mielőtt leesne, a srác visszarúgta, és így nem ért földhöz, és zökkenőmentesen tudtak tovább haladni. Ez annyira nem is vicces volt, hanem inkább elismerésre méltó, ugyanis jók voltak a srácnak a reflexei, és valljuk be, hogy elég menőn néz ki. Ezen a felvételen a csatornából húznak elő egy kis srácot, rengeteg teória kering körülötte, például az, hogy ez a srác a csatornában élt, elszökött esetleg otthonról, viszont a saját véleményem szerint túl rég nem lehetett ott, mivel egyáltalán szinte nem volt koszos, ahhoz képest, hogy állítólag a csatornában élt, de attól függetlenül vicces. Valószínűleg a barátai, vagy esetleg az ismerősei szedték ki, ugyanis olyan helyre mászott be, ahova nem kellett volna. Kicsit micimackós a helyzet, ugyanis a srác konkrétan beszorult, és úgy kellett kihúzni. Ha te ragadtál volna a helyébe, mit tettél volna? The works of Harrison Mitchell. Come on, you... A következő videó azzal a címmel terjeng az interneten, hogy a víz utálja ezt a férfit minden víz utálja, és ez van hozzá csatolva. Egy férfit láthatunk, aki éppen magyarázza, mutogatja az árvizet, ahogy körülötte nő a vízszint, minden sodor magával, de ez is teljes mértékben poén, és hogyha nem lenne elég egyértelmű, ez egy időjós, és speciális effektekkel van megoldva az, hogy minél élethűbb, hitelesebb legyen az egész, ahogy például beszél az árvízről, és így olyan, mintha ténylegesen ott lenne, de valljuk be, hogy viccesen néz ki, mivel olyan, mintha a víz tényleg utálná a férfit, és teljesen találó a cím. Ez volt az utolsó, hogyha először akkor kedveld ezt a videót, kommentbe írd meg, és minden nap délben új premier, szóval ne felejts el feliratkozni és nyomd be a csengőt, hogy elsőként értesülj, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!